Hasonló problémákkal küzd most az ország vezetése, mint Szent István király az államalapítás után. Erről Fehérgyarmat polgármestere beszélt a városban tartott megemlékezésen. Tilki Attila szerint ma is egységet kell teremteni, valamint küzdeni a nemzeti függetlenségért. Fehérgyarmaton ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a megemlékezés a református templomban. A programok a művelődési házban folytatódtak, a milleniumi zászló fogadása után a város polgármestere mondott beszédet. Tilki Attila azt hangsúlyozta, nagyon fontos üzenete van augusztus 20-ának, hiszen államalapító Szent István királyunknak is két szempontot kellett figyelembe vennie az ország irányításánál. Egyrészt fel kellett ismernie a társadalmi változások szükségszerűségét, fontos volt továbbá, hogy úgy legyen az ország Európa része, hogy megtartja nemzeti függetlenségét. Ugyanezekkel a problémákkal küzdünk ma is. Föl kellett ismerni a kormánynak, hogy igenis nagyon sok dolog változásra, változtatásra szorul. Azt meg kellett változtatni, hogy tetszik, az alaptörvényben szabályoztuk. A másik oldalról viszont ugyanúgy harcolni kell a nemzeti függetlenségért. Most már nem fegyveresen támadják az országot, hanem különböző gazdasági érdekkörök az Európai Uniót előre tolva nagyon komolyan támadják a nemzeti függetlenséget, és a mai kor politikusának, a mai kor miniszterelnökének én úgy gondolom az a legfontosabb feladata. Az ünnepi köszöntő után az egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, amit megszenteltek és szétosztottak az egybegyűltek között. Majd a Szatmár Néptánc együttes ünnepi műsorát tekinthették meg az érdeklődők.